Tatai anyanyelvi tábor 2018. A Rákóczi Szövetség segít egységet tartani a külhoni magyarok között. Lényegében mindegyik arról szól, hogy a magyarságukban erősítsük a gyerkőcöket, meg a fiatalokat. Igazából szerintem az hozza őket a legjobban össze, meg az erősíti meg őket, hogy ugye különböző helyekről érkeztek, így mindenki egy kicsit többet tud meg a másik helyzetéről, arról, hogy hol milyen az élet, milyen magyarnak lenni, és itt meg ez egy kis hely, egy kis sziget, ahol igazából együtt lehetnek és egyé olvadnak. Én Rapról jöttem. Hovárból, és az egy kis falu. Én Panidarózból, az is egy falu. Nagy Daróc. Húztam. Györög, gyerek, gyarak. A táborban összesen közel 140-en vagyunk, és gyerekek érkeztek felvidéki szorványterületekről, kárpátaljai szorványterületekről, illetve diaszporából, tengeren túlról, tehát az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából, illetve Argentínából. Igazi közösség, építő jelenség, és ez érvényes a gyerekekre is, meg az itt összegyűjtött önkéntesekre is. Van jó pár olyan csoportvezetőnk, akik valamikor úgy kezdte, hogy idejött alapiskolásként táborba, és most pedig már köztünk van, és segíti továbbvinni a tábornak a szellemiségét. Mint vezető, ez az első táborom, úgyhogy én még kis újonc vagyok itt a többiek között, de mint táborozó párszor megfordultam ebben az anyanyelvi táborban, csak akkor még Esztergom adott otthont ennek a tábornak. Egy másodikos egyetemistaként jöttem először a Rákóczi Szövetség anyanyelvi táborában, mint csoportvezető, és akkor valahogy ez a tábor a szívem csücskéjébe került. A későbbiekben pedig hát az égiek úgy akarták, hogy a Rákóczi Szövetségnél dolgozzam, és két éve már én szervezem a tatai anyanyelvi tábort. Itten másodjára vagyok, és nagyon tetszik, hogy barátokat lehet szerezni, és tényleg ez így van. Szereztem már szlovák barátokat is, például az egyik két fiú, az szlovák, aki velünk van egy szobában. Mindig másféle programok vannak. Azt tetszett meg a táborba, amikor voltunk Esztergomba, a bazilikába, és felmentünk a kupolába, és a mostani kincskeresés. Voltunk olyanban, hogy lovas íjászott, az is tetszett. Szeretettem, amikor lovagolóztunk, és igen, én is még a bazilikában. Mikor voltunk a jurtába, ott a bácsi mindet mondta, mi kérdeztünk, és ő mondta. És volt nagyon nagy a kutya, kettő. Tatán vagyunk, táborozunk, egész évben csak erre várunk, még, ennyi nem elég. Fantasztikusan gazdag programunk volt. Néha kicsit olyan érzésünk is van egy-egy nap végén, hogy mintha két nap sűrűsödött volna bele. Azért anyanyelvi tábor az anyanyelvi tábor, mert magyarul beszélünk, és különböző anyanyelvi feladatokat kell megoldanunk, akár egy nap, vagy a tábori időszak során. 9 állomásunk van minden egyes állomásnál. A különböző anyanyelvi kérdést kell megválaszolniuk a csapatoknak. Anyanyelvi feladatokat kaptunk most a lányokkal együtt, ami próbálja velünk megszerettetni a magyar nyelvet és bemutatja a magyar nyelv szépségét, és megpróbáljuk megoldani ezeket a jobbnál jobb feladatokat, kisebb-nagyobb sikerekkel. Nagyon sokan a nyelvtudásukat fejlesztik. Amerikából érkezett gyerekek, Ausztráliából és innen a környező országokból, és hát közöttük vannak olyanok, akik kevésbé tudnak magyarul. Szerintem az nagy pozitívum, hogy magyar ajkú gyerekek innen Európa szerte, vagy akár tengeren túlról is
barátkozhatnak, megismerkedhetnek, és itt minél több időt tölthetnek együtt. Ez a sok-sok élmény, amit itt összegyűjtöttek, az a sok-sok barátság, sok-sok tapasztalat, az a sok-sok kis bőr alá beszivárgó magyar kultúra, azt így nyissák ki a tenyerüket, ahogy a népmességben szokás mondani, itt zárják bele ezt a sok-sok apróságot, itt tegyék bele a szívükbe, és aztán vigyék haza, és ott 2 hétig meséljék nagypapának, nagymamának, anyukának, apukának, aztán, hogyha úgy érzik, akkor jöjjenek vissza jövőre is, azt követően is, és tartsák meg a magyarságukat. Minél többet próbálunk nekik a héten átadni szeretetből, kedvességből, és hát egymás elfogadásából. Készült a Rákóczi Szövetség megbízásából.